Bejelentés érkezett a rendőrségre, miszerint egy férfi megvágta ismerőse nyakát egy szóváltást követően. Csak annyit láttunk, hogy a rendőrök én voltak helyszínelni, és ott villogott, le volt zárva az út. Én úgy hallottam, hogy csak verekedés volt, aztán most mondják már, hogy szurkálás is történt. Egy kisebb társaság születésnapot ünnepelt egy Beretyú újfalui családi házban. A 49 éves házigazda szóváltásba keveredett egyik vendégével. A vita tárgyát egy 1000 forintos tartozás képezte. Szó szót követett, majd a 49 éves férfi kiment a konyhába, felkapott egy kést és megvágta ismerőse nyakát. A sértet erősen vérzett, ezért sietve autóba ültették és a helyi kórházba hajtottak vele. Az orvosi vélemények alapján életveszélyes sérüléseket szenvedett. A rendőrök még a helyszínen elfogták a házigazdát, majd előállították a rendőr főkapitányságra, ahol gyanúsított kihallgatását követően a nyomozók bűnügyi őrizetbe vették, a bíróság pedig elrendelte a letartóztatását. Életveszélyt okozó testi sértés büntet elkövetése miatt kell felelnie.